vagyis hát balra föl. Ez van nálam az út van. Jobb oldali volt, amit néztél, hogy az a hosszabb, de az a kalandosabban megyünk. A bal oldali megyünk a kalandosabban. Azon. Mit jelent egy kalandosabb? Hát, hogy kalandosabb. Nem tudom. Ez még nem volt. Akkor is ezen mentünk. Micsoda? Akkor jó. Na, szóval az a helyzet, hogy itt vagyunk éppen Kapolcson. Aki nem tudja, az... Feljönnál a kamera. Szóval itt vagyunk most 10 napot dolgozni, de ezért... Hopp, itt még alszanak. Azért útba ejtünk egy kis túrát is, ha már itt vagyunk. Ugyanis itt Kapolcs fölött vannak érdekes bazaltorgonák, meg van jó kis kilátás, és úgyhogy megnézzük most ezt. Ez lesz az idei Királykő túra. A túra lent lesz a leírásba, azt rávalink, és akkor megtudjuk nézni majd, hogy mégis merre mentünk, úgyhogy irány fölfele. Szóval, mivel reggel 8 óra van, reggeli előtt vagyunk, úgyhogy jó lesz ez a kis emelkedő. Egyébként nincs benne túl sok szint, ugyanis a kempingből indulunk, ahol meg vagyunk szállva, és ugye az eleve a völgynek már az oldalában van, úgyhogy nem kell túl sokat fölfele mennünk. Cserébe lesz jó sok lejtő majd lefele, ugyanis ez egy körtúra, és a körnek a végén lesz maga a falu, tehát Kapolcs. És azt tudtátok, Noémi, hogy itt állt egy földvár is? Most olvastam utána, állítólag. Én, ugye mi már voltunk ezen a helyen, itt a Királykőn, és Attilának volt itt valami földvára, aminek látszik elvileg, vagyis hát látszanak a sáncai. Úgyhogy ezt meg kell most keresni, mert legutóbb ezt nem tudtuk. Nem is emlékszem, hogy volt ott valami. Bár a földvárból általában nem szokott túl sok maradni, mivel földből van. De most meg kell néznünk, és meg kell keressük. Jó? Jó, oké. Azt mondta jó. Két út, van egy meredekebb, meg van egy hosszabb. Melyiken megyünk? A meredeken megyünk. Nem érne. Csak ennyi. Ja, ott kell fölmenni, és ott is vagyunk. Na, csapjátok! Várat keresjük már meg. Ez hol van? Hol van? Oh, nézd meg a táblát. Na, hol ez a tábla? Ha? Na, nézzük. Attila vár. Attila várként is emlegették ezt a hajdani földvárat, amely a vulkán előtti dombtetőn található. A vár méret mintegy 80x50 méter, de éléskelet irányban 20-40 cm magas sáncmaradványok látható. Északról eljetetlenné tette a várat a hatalmas bazalt sziklasor. Eredete az őskorodat vezethető vissza Attila hun királyvaló kapcsolata, mondai eredetű. Hát akkor... Akkor ezt bekamuszták, hogy Attila volt itt, mert nem. De nem baj. Hát nem tudom, hol vannak a sáncok, de biztos itt. Itt. Ez itt a vár. Jó van, ezt is megnéztük. Úgyhogy ez egy ilyen rövid túra volt. Most
leereszkedünk a városba, és akkor elkezdjük a napot. Mert ez egy kicsit dolgozni is kéne. Ja, na, akkor elköszönünk, mert ez egy ilyen kis rövid túra volt, kezdődhet a nap, és akkor hát találkozunk legközelebb, majd valahonnan jelentkezünk. Köszönöm, hogy megnéztétek. Csá! Noémi, igyál egy kávét.